Május utolsó vasárnapján országszerte megemlékeztek a hősi halottakról. Nagykanizsán több helyszínen, így a bajcsai városrészben is. 1935-ben községi hozzájárulás és egyéni adományok révén létrehozták az első világháborús bajcsai hősök neveit tartalmazó emlékművet itt ezen a helyen. Ettől kezdve itt történtek az évenkénti méltó megemlékezések, míg nem kitört a második világháború. ...1946-tól elmaradtak a központi és helyi megemlékezések, de a rendszerváltás után újra szabaddá vált a tiszteletadás. 1992-ben egy újabb, a hősi halált halt elődök nevét megörökítő márványtáblát helyeztek a bajcsai emlékműre. Ezt az emlékművet, de maga elhanyagolt állapotába elnézték sokan, városvezetők, a városban élő emberek, és jött egy időszak, amikor önök bajcsaiak azt mondták, hogy ugyancsak, nem csak a városban, hanem Bajcsán is kellene méltó emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a nagy háborúban és a második világháború meghaltak. A bajcsaiak virágokat hoztak az emlékműhöz, a rezenák dalkör pedig a megemlékezéshez méltó dalokat énekelt.